Lázár Ervin születésének 80. évfordulójára emlékezve hirdette meg idei olvasást népszerűsítő pályázatát a Kincskereső Gyermekkönyvtár. A hagyományos programra általános iskolások, második, harmadik, negyedik, ötödik osztályos diákok jelentkezését várják. Mindegyik korosztálynak más könyvet ajánlunk olvasásra, így a második osztályosok a Manógyárral, a harmadik osztályosok a Kisfiú és az Oroszlánnal, a negyedik osztályosok a Hétfejű Tündérrel, az ötödik osztályosok pedig a Berzsián és Dideki című könyvvel ismerkedhetnek meg. Ahogyha elolvasták a könyveket, akkor nincsen más dolguk, mint kitölteni a könyvekhez kapcsolódó feladatlapokat, amelyek elérhetők a gyermekkönyvtárban, megtalálhatók az iskolákban és letölthetők az intézmény honlapjáról is. A legjobban teljesítő gyermekek nem maradnak ajándék nélkül, az ő jutalmuk könyvjutalom lesz, illetve a tanév végén egy közös kiránduláson vehetnek majd részt. És az eredményhirdetésre pedig a költő születésnapjának 80. évfordulóján kerül majd sor, vagyis május 5-én 16:30 itt a Kincskereső gyermekkönyvtárban. A pályázat népszerű a paksi gyerekek körében, már eddig is nagyon sokan jelezték részvételi szándékukat, szinte az összes Lázár Ervin mű kölcsönzés alatt van, újakat kellett beszerezniük, mesélte el Vas Napsugár. Várják további érdeklődők jelentkezését is, a pályázatok leadásának határideje április 20-a.